Üres tantermek, összetolt régi bútorok. Így néz ki jelenleg a Vántus István általános iskola Nyírbogáton. Az elmúlt tanévben többször szombaton is oktatás volt az intézményben. Ennek köszönhetően május végére teljesítették a 181 tanítási napot, így elkezdődhet az épület felújítása. Az iskola közel 20 éve vár a fejlesztésre. A Máté-Szalkai tankerületi központ sikeres pályázatának köszönhetően több mint 837 millió forintból korszerűsödik az intézmény. Az infrastruktúrális felújítás nem csak egy belső felújítás, hanem eszközbeszerzést, projektorok beszerzését, mondhatnám azt, hogy bázis iskolává válást, és mi ez alapján, a beruházás alapján vállaltunk egy olyat, hogy a pedagógusok továbbképzésre fognak járni, ami azt jelenti, hogy élménysuli címet szerezhetünk, ezáltal több lehetőséget biztosítunk majd az intézményben járó gyerekeknek, hogy felfejlődjünk a városi iskolákhoz hasonlóan, nem csak tudás szempontjából, hanem eszközbeszerzés szempontjából is. Az intézmény külső felújítása 2015-ben megtörtént. A jelenlegi projekt részeként most az iskola udvar is megszépül. A választókerületben számtalan köznevelési intézmény nyert fejlesztési forrást. Többek között Encsencsen, Újfehértón és Vállajon már átadták a felújított iskolákat. Nyírgyulajon pedig zajlik a korszerűsítés, közölte Simon Miklós. Összesen 30 iskolát érint valamilyen beruházás, de bölcsődék és óvodák korszerűsítése is megvalósul a térségben, különböző forrásokból, összesen 7,5 milliárd forint értékben. Szegről végről majdnem minden települést érintenek a köznevelési intézmények felújításai, illetve építései, és akkor említeném azt, hogy 7 bölcsőde fog épülni a választókerületben 1,2 milliárd forintért, és 6 óvoda újul meg. Tehát ha 30-as számhoz hozzáadjuk ezeket a számokat, akkor egyértelmű, hogy az elmúlt ciklusok közül mostani ciklus az, ami a leginkább bővelkedik a köznevelési intézmények felújításában. Magyarul a legtöbb pénzt a Nemzeti Összetartozás kormánya ebben a ciklusban adta ennek a választókerületnek. A nyírbogáti iskolában jelenleg 225 diák tanul. A tervek szerint már szeptember elején a 2019-2020-as tanévkezdésre befejeződik a beruházás.